A megalapozott gyanú szerint egy kenderesi lakos éjjel bement egy tiszaörsi idős férfi házába. A sértett felfigyelt az ajtó nyílására, észrevette az éleple alatt rátörő férfit, aki ezután bántalmazni kezdte. A támadó ezt követően átkutatta a szekrint és elvitte a sértett pénztárcáját a benne lévő 210 ezer forinttal. A rendőrök az adatgyűjtés során azonosították a feltételezett elkövetőt és előállították a Tisza Füredi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Megállapították, hogy a 28 éves férfi terhére róható két korábbi lopás is. Ekkor szintén Tisza őrsi házakba hatolt be. Egyik helyről technikai eszközöket vitt el, a másik házból azonban semmit. A nyomozók a gyanúsítottat űrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A tiszafüredi rendőrkapitányság rablás büntet, valamint lopásvédség, és lopásvédség kísérlete miatt folytat eljárást.